lesz, nem az a srác, meg törjük a csendet. Sziasztok! Tisztában vagyok vele, hogy ez a kijelentés megosztó lesz, de manapság már egymilliós megtekintés nem számít akkora nagy számnak a YouTube-on egy videoklip esetében. Persze könnyen beszél azoknak, még a 100 000 megtekintést is nehezére esik összehozni, de ha csak a tendenciákat figyeljük, a manapság népszerű előadók röpke 1-2 hét alatt összehoznak 1 000 000 megtekintést. Ez részben annak köszönhető, hogy egyre többen használják a YouTube-ot, másrészt pedig annak is, hogy az adott dal nagyon betalált a célközönségénél. Manapság már nem számít kuriózumnak a 10 és 20 milliós megtekintés sem, a 30 milliós álom határ azonban már egy picit más kérdés. A mai videóban az igazán elit liga top tagjait fogjuk átvenni tüzetesebben. Lássuk tehát, melyek azok a brutálisan népszerű magyar videoklipek, amelyek átlépték a 30 milliós álom határt. Sőt, ahogy majd látni fogjátok, sokan túl is szárnyalták azt. Ne is húzzuk tovább az időt, tartsatok velem! A lista 10. helyén a Well Hello, Apu Vedd Meg című slágere áll, amely szinte napra pontosan 6 évvel ezelőtt jelent meg a YouTube-on. Ez alatt a 6 év alatt pedig közel 32 millió megtekintést sikerült neki összeharácsolnia. A dal népszerűsége egyáltalán nem meglepő, hiszen még egy mostanában is igencsak aktuális témát dolgoz fel és parodizál ki. Ez pedig nem más, mint az Instán mindennel is flexelő és a trendek által megbabonázott fiatalság. A mesterien eltalált szöveget egy fülbemászó refrén emeli egy újabb szintre. Mindez pedig a srácok még meg is koronázták egy hangulatos, 80-as évek videójátékaira hajazó vizuállal. Nem csoda hát, hogy a Well Hello név az Apu Vedd Meg megjelenése után egyből befészkelte magát a köztudatba. És ezzel együtt Fluort is egyre inkább elkezdték komolyan venni. Mára pedig a Well Hello jut eszébe szinte mindenkinek, amikor Fluor neve felmerül, és nem pedig a Mizus hülye gyerek. Na, valami van a levegőben. A lista 9. helyezettje szinte napra pontosan egy idős a Well Hello Apu Vedd Megével. A Halott pénz Valami van a levegőben című száma, ugyanis 2014 egyik legnagyobb slágere lett. Ezzel együtt pedig a Halott pénz hírnevét és népszerűségét is jelentősen megalapozta. Nem csoda hát a brutális 34 milliós megtekintés sem. Nem túlzás azt állítani, hogy 2014 óta a bulik kötelező kellékévé vált ez a dal, és nem véletlenül. A partizás témakörét járják körbe alaposan a srácok, egy szellemes dalszöveggel és egy profin kialakított dalstruktúrával. A Valami van a levegőbenről már első hallásra üvölt, hogy koncertet remtették, és hatalmasat buliznak rá a mai napig is. A dalhoz tartozó vizuál pedig tökéletesen visszaadja az éjszakai, egyetemi bulizós vibe-ot. Darabokat tört el a szívem. A 8. helyen szintén egy Halott pénzdal tanyázik, vagyis ha darabokra törted a szívem, a maga 35 milliójával. Annyi pici csalás van a dologban, hogy ez alapvetően egy Demjén Ferenc feldolgozás, és már az eredeti szám is hatalmas siker volt. Itt tehát kicsit sem meglepő, hogy a Dávid rappes verzióival felturbózott, modernizált változat is igencsak szép számokat produkált. A darabokra törted a szívem 2015-ös feldolgozásához egy igényes klippet is társítottak, egy szuperül castingolt hölgy főszereplésével. Az AK-26 eddigi legnagyobb durranása a 7. helyet foglalja el a listán, a maga 37 milliójával. A Kamu gazdagoknak görbetükröt állító track 2018 elején jelent meg, és mindössze 2 év kellett hozzá, hogy ezt a brutális számot összelapátolja magának. Egy jó dal azonban alapvetően még nem elég az üdvösséghez, a Blöffhöz pedig szintén egy szuperül eltalált klip és egy remek alap is társult. Igazi slágegyenus matériáról beszélünk tehát. A 6. helyezett már belépett a 40 millások körébe, a maga brutális 41 milliós megtekintés számával. Majka, Kollányi Zsuzsi és Lotfi Begi 2017-es közöse a Valahonnan is igazán nagy sláger lett. Egy brutálisan fülbemászó szerelmes dalról beszélünk, amit később a rádiók is felkaptak. Majka neve pedig szinte mágnesként vonza a nézettséget,
ahogyan azt majd ti is látni fogjátok. Nem kérlek, légy enyém örökké, mégis hozzád szolgálok. A lista egyik legrégebbi dala, a Punani Masszív 2011-es slágere, az Élvezd. 8 év alatt 46 millió megtekintést zsebeltek be vele, és ezzel együtt a mai napig ez a srácok legismertebb és legnépszerűbb szerzeménye. Ez a szám gyakorlatilag a mainstreambe katapultálta őket, ezért is számít egy fontos mérföldkőnek a karrierjükben. Hozzáteszem, a siker teljes mértékben megérdemelt, hiszen az Élvezd egy remek dalszöveggel, hatásos mondanivalóval és egy hangulatos klippel is rendelkezik. Nem túlzás azt állítani, hogy a zenei fesztiválok alapkellékévé vált, amit mindenki torka szakadtából üvölt mat részegen a mai napig a koncerteken. Negyedik helyen ismét egy Majka nóta, vagyis a Király Viktorral és Curtisszel közös füttyös, ami röpke 2 év leforgása alatt több mint 50 milliós megtekintést harácsolt össze magának. A szám tényleg erősre sikerült, és a hozzátartozó vizuálra nyugodtan mondhatjuk azt, hogy nemzetközi színvonalú. No, nem csak azért, mert a nagy részét Las Vegasban és környékén forgatták, hanem azért is, mert minőségi felvételekről beszélünk. A több mint 50 milliós nézettség pedig egyértelműen jelzi, hogy ez a dal már nem csak itthon népszerű, hanem nemzetközi babérokra is tört. A 90-es években mindenki táncolt. Harmadik helyen ismét egy Majka szám, ami fej-fej mellett halad nézettségben a füttyössel. Ez pedig nem más, mint a 2017-es Mindenki táncol című nóta, ami a 90-es évek szellemét hivatott egy kicsit megidézni. A dal és a hozzátartozó klip is egy erős nosztalgia trip, így tehát egyáltalán nem meglepőek a hatalmas nézőszámok. A nosztalgia bizony mindig nagy úr. Nem tudja senki, hogy honnan jöttem. Második helyen a Follow the Flow Nem tudja senki című slágere áll, ami röpke 2 év leforgása alatt brutális 56 milliós megtekintés számot produkált. A srácok pedig egy csapásra az ország egyik legnépszerűbb együttesévé váltak. Persze mindez nem lett volna lehetséges egy kiválóan megírt dal nélkül, no meg az is masszívan közrejátszott a sikerben, hogy Furacsi és BLR neve már korábban is ismert volt, még a formáció megalakulása előtt. Ettől függetlenül a Nem tudja senki egy mesterien megírt dallamos nóta lett, ami megérdemelten az egyik legnézettebb itthon. Mielőtt rátérnék az első helyezetre, lássunk néhány említésre méltó klippet, amelyek ugyan nem kerültek be a listába, de nézettség szempontjából nem mehetünk el mellettük szó nélkül. Undorít. Bár nem számítanak hagyományos értelemben vett előadóknak, Pamkutyáék a Despacito paródiával viszonylag hamar összelapátoltak 34 millió megtekintést. Ez a hatalmas szám viszont egyáltalán nem meglepő annak tükrében, hogy az eredeti szám is, vagyis a Despacito is minden rekordot megdöntött a YouTube-on, amit nézettségben lehetséges. Ettől függetlenül a srácok egy remek görbetükröt állítottak néhány korrupt és opportunista rendőr elé. Kisgrófónak bizony több olyan nótája is van, ami karistolja a 40 milliós megtekintést, mint például a Noroxa Áj és a nézését meg a járását. Utóbbi pedig már egészen elképesztő 47 milliós megtekintésnél jár. És valóban szinte nincsen olyan buli Magyarországon, ahol ne csendülne fel éjfél után valami Kisgrófó nóta. Itt van a gumimaci, a nevem Gummi Gummi. A legnézettebb magyar nyelvű klip díját egyértelműen a Gumimaci dal vinné el, viszont csalás lenne, ha ez a klip tanyázna az első helyen. Mégpedig azért, mert egy nemzetközi csatornára került fel ez a klip, ami alapvetően több mint 7 millió feliratkozóval rendelkezik. Az eredeti Gumimaci nóta pedig majdnem 1 milliárdos megtekintésnél jár jelenleg. Az én emlékezetemben egyébként sokkal tisztábban él a szellemes, de egy picikét trágár paródia verzió ebből a dalból. Itt van a gumibuzi, a faszra itt ott a gumi. Lehet,
hogy ebbe én ma még belehalok. A legnézettebb klip a mai napig a Belehalok című dalhoz tartozik. Majka, Curtis és BLR közöse 8 év alatt nagyjából 65 millió megtekintést hozott össze, amivel egy valóságos, népszerűségi lavinát indítottak el. Majka nevét már a Belehalok előtt is ismerték az emberek, de egyértelműen egy hatalmas mérföldkőnek számított ez a dal 2012-ben. A YouTube népszerűsége akkoriban még töredéke volt a mainak, és éppen ezért is ilyen nagy szó, hogy ilyen hatalmas nézettséget produkált ez a dal. Ezzel együtt pedig határozottan rengeteg ember figyelmét irányította a YouTube-ra a Belehalok, ugyanis egyértelművé vált, hogy rádiós megjelenés vagy zenetévés lejátszások nélkül is lehet egy dalból sláger. Persze ez külföldön ilyenkor már azért egyértelmű volt, de nyilvánvaló, hogy Magyarországon egy picit később veszünk át mindent a külföldiektől. Nos, ez lett volna a top 10 legnézettebb magyar klip, ami 30 milliós megtekintés fölött jár jelenleg. Nektek melyik szám a kedvencetek a listáról? Írjátok meg a komment szekcióban. Ha tetszett a videó, akkor mindenképpen csapd ki egy lájkot, és iratkozz fel, ha szeretnél még ehhez hasonló cuccokat látni. Illetve Instán és Facebookon is tudtok követni, linkek a leírásban. Én köszönöm szépen a figyelmet, és hamarosan újra találkozunk. És ezt nem fenyegetésből mondtam. Sziasztok! Legyen a téma az utóbbi tetszett, iratkozz fel, a csengőt fejed meg.